Az egy kulcs dolog, hogy a Bibliát, amikor a kezedbe fogod, ne szólj, ne te szólj az igéhez. Hallod? Nincs. Ki kíváncsi a te véleményedre? Há? Senki. Tesek négy kíváncsi a saját véleményedre. Hanem úgy olvast, hogy megszólaljon az ige benned. És erre kell fölépíteni, a hitet. Nem nekem kell hozzászólni, hanem ő szóljon hozzám. És be, megszólal benned, és fölágoskodik benned minden, és ömlik ki belőled az örök életre szönkellő vízforrás, és az élő vizeknek a folyamai jönnek ki belőle. Dicsőség az Úrnak! Ezért figyelj, ne az a vacak a laptopod mellett, értelmetlenül és széltanul órákat töltesz el, és mondom, be eh, szívnak olyan oldalak, amivel óriási lelki, morális, szellemi károkat okozol, hanem órákat töltsél az Isten igének a tanulmányozására. Jobb állapotba fogsz kerülni, mint most, ahogy itt ülsz.